egy kívül van, ugye az világos. Akkor a másik az jön ide, és az a lényeg, hogy a belső oldal átjön kívülre. És utána, hogyha jön ez ide, akkor ez is a belső oldal átjön kívülre. És itt kiadódik egy ilyen négyzet, ez a két vas itt keresztezi egymást, és ettől lesz sarokmerev. Ennek kéne kimenjen. Annak kéne oda kimenjen. Hát akkor ezt elcsípjük és áthúzzuk oda. Tökéletes. Oké. Okay. Könnyebb, mint utólag ott bebűvölni, mert nem fogod tudni. És egyébként az a vicc, hogy alul jó. Nézd meg! Igen, alul igen. Jó. Ja, igen. Akkor ez a hiba volt igazából. Aha. Kiderült a hiba. Levi? Értem. Hát ez... Bocs, Levi, én mondtam rosszul. Képzeljétek, kihív, hogy jöjjek el és nézzem meg a munkájukat, segítsek nekik és adjak neki tanácsot. És hát ez itt így történt, megkértek, hogy jöjjek ki és beszéljük át ezeket a dolgokat, hiszen ők fogják majd a faszerkezetet tovább folytatni. És kérték, hogy működjek közre egészen az alapozástól kezdődően. Úgyhogy most itt vagyok és megnézzük, hogy mit raktak össze, és be fogom nektek mutatni azt is, hogy ki építi ezt a házat. Egyébként biztos, hogy nagyon sokan ismeritek őket. Lent megvan ez a harcsobajusz, hogy így átmegy, és úgy fordul be. Ez tovább megy, és ide kell menni. Igen. Aha, mondjuk egyet hozok is. Egyet akkor be kell ide még fűzni. Igen, igen. Aki ezt csinálsz. Ez tovább megy. Ez pedig ide fog jönni. Pillanat. Még jó, hogy ilyen az jó nagyok a tengelek. Ez játékosabb volt. Sarokba ki. Némi tanakodás után a döntés bontás. És akkor az úgy már jó is lehet egyébként, majd nem fog oda menni, látod? Eltartja. Az úgy jóga lesz. Tényleg. Könnyű szerkezetes házak, szerkezetépítés lépésről lépésre. Kurzuskönyv több mint 200 oldalnyi tartalommal, 400 fotó, táblázat, 3D-s illusztráció, illetve 30 a tartalomhoz kapcsolódó eddig még be nem mutatott videó. A www.ácsbudapest.hu/könyv oldalon megtalálsz minden információt a könyvvel kapcsolatban, és ha már ott vagy, lapozz bele nyugodtan, a weboldalon arra is van lehetőség. Látom az igyekezetet, hogy itt a függőleges távtartást ezekkel a betondarabokkal meg akartátok oldani, de ez egyrészt baromi munkás, másrészt akkor, amikor bele zubog a beton, az le fog potyogni, és ott a kapkodásban nem lesz idő megigazítani, úgyhogy van erre speckó megoldás, egy ilyen műanyag karika távtartó, amit rá lehet pattintani erre a felső fővasra, mit tudom én, 50 centinként így váltokozva ráteszitek, villám gyorsan rá lehet tenni, és akkor pozícionálja az egészet. Mert ugye most itt tényleg precízen ki lett szedve a földmunka, nem kell nagy távtartás, tehát tényleg ez ide elég lesz. És akkor méretem van a vas. Jó, reggel öntés előtt felpattintjuk, dokumentáljuk mindenképpen. Igen, meg bejöttök érte, és akkor oda. Jó. A lényeg az, hogy elkezditek bebetonozni, abba lehet hagyni a betonozást, mert ugye az a közhiedelem van, hogy hú, a beton nem lehet abba lehet hagyni, csak lényeg az, hogy ne sarokponton hagyjátok abban. Tehát a saroktól kicsit odébb, és ilyen ferde munkahézagot lehet hagyni. Hogyha elromlik a betonkeverő, és nem tudnak aznap többet adni, akkor is egy ferdén abba kell hagyni, de nem a saroknál, hanem valahol mező középen, hozzák a következő betont, akkor onnan lehet folytatni tovább. És akkor vibrálni kell mindig. Hát azt mindenképpen. Aha. Hát mert ugye a levegő benne van, a víz benne van, az gyengíti. És akkor az is jó lehet, hogy leütünk acélokat, megélünk a 72 centit. Igen. Kapunk egy egységes vízszintes vonalat körbe, és akkor ahhoz igazodunk 2 méterenként egy acél, jó? És akkor tökéletes. Egy 2 méteres létszint tudunk menni. Igen, igen. Hát nagyjából egy gerebjével igazgatjátok, ugye amúgy is ott lesz a szint, oda szöget be szoktak nyomni a srácok, vagy egy betonvasat, hogy lássák, és akkor amikor eléri a szintet, akkor az jó. Olyat szoktak még csinálni, hogy megfújják egy festékkel, hogy ott legyen egy nagyobb folt, és akkor ott jól látják, hogy hol van
annak a közepe, nem veszik el a szint. A másik az, hogy lézer úgyis föl lesz állítva, és akkor még utána rá tudtok nézni, és még akkor arra rá lehet igazítani. Kicsit fölé teszitek, megvibráljátok, leesik, gerebjével visszahúzod, és már tudod is besinnítani. Hogy mi a szintől? Igen. Egy kicsit a vas fölé kell menni, mert úgyis összeszöpped, és hogyha megint elkezded nyomatni rá mixerrel, akkor meg túl sokat nyomatsz oda. És egyébként azok a tüskét, amiket bele kell tennünk 50 centinként, amiről beszéltünk az előbb, igen, ezek a függőlegesek, azokat utólag nem tudjuk belefúrni, szóval nincs a lehetőség, hogy kiteszünk egy sorcsalókövet, belefúrunk, iszonyat és beállik. Nyugodtan kihúzod a zsinort, tehát figyelj, lesz neked arra időd, mert a beton az még nagyon sokáig friss. Uh-huh. Tehát itt, mikor nagyjából lehúztátok és egy vagy két oldal el van igazítva, akkor kihúzni a zsinort és akkor lehet beledugdosni. Ja, értem. Uh-huh. És persze kell szikkadni, hogy ne dőljön el az acél, nem? Így van, egy kicsit szikkad, tehát azt még egy 2-3 óra múlva is bele lehet tenni. Jó, nem 5 óra múlva, mert akkor már nagyon megszikkad. De az az igazi, mert ha furod utólag, akkor már ragasztani is kell, az meg már nagyon drága. És akkor vagy 25 centinként, ahogy a kengyelek vannak, vagy pedig 50 centinként 200. Igen. Aha, jó. Lehet az 50 centinként a 2 az nekünk egyszerűbb lesz, mert több a játék. Lehet, igen, és akkor az minden zsalokkőnek a közepébe lesz. Aha. Köszönöm még szépen, egyszer, hogy eljöttél. Na, köszönöm. Jó, köszönjük munkát. Még egyszer. De még várunk egyszer vissza, hogy te erre jársz. Ha mindenképpen, hát ugye még itt lesz. Lesz teendő. Köszi. Köszi szépen, hello! Feltettük a lézert ismét, és leütöttünk sprayvel fújt acélokat, amit megerősítünk még egyszer, így néz ki oldalról. Ennek a színes acélnak a szerepe az, hogy ez jelöli a betonnak a szintjét, szóval eddig kellene majd öntenünk a betont a holnapi napon. Jön a pumpa, körbe vannak ütve az acélok, neonzöld a teteje, és szintezve van körbe a lézerrel, szóval ha nem megyünk a jelölő tüskék alá vagy fölé, akkor körbe egy vízszintes betonalapot kell, hogy kapjunk. A folyamat egyszerű, nagyjából leütjük az acélt a szintig, lézerbe van kapcsolva, rátesszük a jelfogót, és ott egy tökéletes érték, ezt kell körbevinnünk az egész házon. Elérkeztünk az öntés reggeléhez, fél órán belül érkezik a mixer a pumpával, illetve 16 köbméter beton. A reggelt a tegnap említett távtartók pótlásával kezdtük, gyorsan körbeszaladunk az alapon, megnézzük, hogy még hová kell betennünk ezeket a műanyag távtartókat, amelyek majd eltartják a szerelt acélt az alapnak a szélétől. Tegnap itt volt Péter, Rezsnyák Péter és a műszaki ellenőr javaslatára ezeket a műanyag távtartókat még betesszük. Az volt a kérés, hogy ne betonkockákkal próbáljuk meg megőrizni a 3,5 cm távot az alap széle és a szerelt acél között, hanem ezekkel a műanyag távtartókkal, amelyek biztosan nem fognak leesni az öntés pillanatában, mert hogy ezek rá vannak pattintva. És akkor egy a másik oldalról is. Így néz ki közelről. Körbejártunk mindent, ahol hozzáért. Tettünk be többet, de általában méterenként, másfél méterenként egy-egy darab került mindkettő oldalra. Itt egy jó példa a rossz példára, itt neki érne. Bedobjuk a kis távtartót az egyik oldalra, már ki is közöltük, és akkor lehet, hogy tennénk egyet a bal oldalra is valahova. Itt ezen a helyen az acélt meg kellett feszítenünk, de ott is be tudtuk tenni a távtartót. Megvan a szükséges 3,5 cm a bal oldalon is. Már hallható a betonnak a hangja, pontosabban a beton szállítójárműnek a hangja a háttérben. Megérkezett a beton, mindenki a helyén van. Ferenc barátunk fogja az egészet vezényelni. Mi csak segítünk neki a munka elvégzésében, már ahol tudunk.
időközben még annyi, hogy megvannak a szintjeink, tegnap erről beszéltünk, de már nem nagyon lehetett látni semmit, mert sötétedett, nem voltak jók a fényviszonyok, szóval neonzöld tüskék állnak ki. Ez a betonszintnek a teteje, eddig kell öntenünk a betont. Tüskét látunk itt is, másik tüske, és itt is látjuk a neonzöld jelzést. A napelem szerelésnek az első legfontosabb lépése a fiúk szerint a földelőkeret elkészítése. Itt a legkönnyebb feladat, én csak kamerázok, ők dolgoznak, vibrátor, illetve hátul a háttérben a szintet állítjuk be. Feri! Erre megyünk először körbe! A fadarabokat letettem körbe az alap mellé, hogy a tüskéknek a helyét ne veszítsük el. Legalább legyen támpontunk, hogy hol kell keresnünk a szinteket. A mixer hoz még egy körrel, ha minden igaz, akkor 4,5 köbmétert kértünk még hozzá, hogy biztosan menjünk, ne fogjon ki. És akkor itt van a szintünk, lézerrel is megnéztük, tüskékhez igazodtunk. Azt mondta, a mester erre már majd lehet tenni a zsalóköveket könnyedén. Az alapot kiszinteztük az előbb, szerintem pár milliméter eltérés van benne maximum, mivel körbe csipogtattuk az egészet. Még a 4 köbméter beton érkezik középre, azokat még fel kell nyomnunk, de a szélével már tudunk foglalkozni. Kihúztuk a zsinort a fal közepére, bele kell tennünk a 10 milliméteres átmérői vasakat, 25 cm-enként kellene egy szálnak érkeznie, 95 cm fog felállni a beton szintjétől számítva. Három sor zsalókő érkezik erre 75 cm magasságban, a maradék pedig vissza lesz hajtva derékszögben, és elvileg kettő lehetőségünk van, tehetnénk 25 cm-enként egy szálat, illetve tehetünk 50 cm-enként dupla szálat, az utóbbi mellett döntöttek, a kettes verzióval a zsalókövet könnyebben fel lehet majd rakni, viszont a terhelhetősége nem lesz kevesebb. 50 cm-enként kettő. Mennyi 90. 90. Szóval pontosítunk, az előbbi 95 cm az 90 lesz, mert hogy három zsalókő az 75 cm, és még úgy is marad a tetején, akkor 15 cm, amit vissza lehet hajtani. A terven egyébként 5 cm szerepel, de hosszabb acélokat vágtunk, mert nem 145 cm-ekkel dolgoztunk, hanem a 6 méteres szálat daraboltuk, csak feleztük, és ezért lettek a 150-es indítószálak. És fél köbméter hátrébb vonulunk fedezékbe.
szinteket kiöntöttük a tüskéknek megfelelően, gyorsan végigszaladok az egészen még egyszer a lézerrel, aztán megnézzük, hogy hol mennyit kell módosítani. Igazából a kettő széle az teljesen tökéletes, itt középen kapott még egy kis betont, arra még ránézünk, és hogyha mindez megvan, akkor folytathatjuk a tüskék leütését. Szintek stimmelnek, a lézert eltesszük, és akkor folytatjuk az acéltüskék leütését. Rendelésünk is célba ért. Most parkolt le a teherautó, a daruval be fog tolatni, aztán reméljük, hogy lesz lehetőség lerakni a raknapokat a ház körül, hogy ne kell sokat mozgatnunk majd a jövő héten. Zárásaként egy gyors körkép, a beton ki lett öntve, ki lett szintezve, az acélok bele lettek tűzve, körbe az egész területen, illetve megérkezett a 8 raklap zsalukő is, nem olyan régen. Innen folytatjuk hétfőn a zsalukövekkel, betonozunk, betonkeverő, sóder, cement, por és rengeteg munka. Együttműködő partnereink a Masterplast, Baustil Kft. Az Újhát Centrum tagja és a Helly Hansen Workwear.